Az Európai Unió bővítési stratégiája 2015-16-os időszakra, és ennek a főbb kihívásai, ez egy rendkívül fontos téma, 7 ország van különböző szinteken a csatlakozási tárgyalásokkal, és rendkívül fontos, hogy ezeknek a kihívásoknak, amelyek a mindennapokban is folyton újabb dolgokat hoznak föl, ezeknek megfeleljünk. Itt a legfontosabb, ami a legutóbb jött, ez a migrációs téma, ami nagy örömmel tapasztaltam, hogy benne van a bővítési anyagban. Hogyha belegondolunk abban, hogy a bővítési eljárás mindannyiunkat érintett, és ez egy hosszú alkalmazkodási folyamat, a joganyag, amelyet végül alkalmaznak az egyes tagországok, jelentős részben helyben érvényesül, helyben befolyásolja a helyi önkormányzatok és a civil lakosság életét, úgyhogy rendkívül fontos, hogy hallassuk a hangunkat, és be tudjuk vinni azokat a sajátosságokat, amelyek csak ránk jellemzőek. Én egy olyan megyéből érkeztem, Magyarországról, amely közel van a szerb és a román határhoz is, a hármas határ mentén vagyunk. Csak nem 10 éves tapasztalatom van abban, hogy milyen jó is az, hogyha együtt tudunk működni. Ezt a speciális tapasztalatot azt gondolom, hogy tudjuk hasznosítani ebben a témában, tehát én nagyon bízom abban, hogy ez hozzáadott értéket jelent majd a többi régiónak is, és hát nem egészen mellékesen a sajátos olyan szempontokat is tudhatom majd érvényesíteni, amely onnan ebből a térségből jön, és másoknak esetleg ez nem annyira egyértelmű.